Na, szevasztok! Hát, köszöntelek benneteket az új évben. Az év első videója. Január 3-án. Kezdjük is. Nos, hát az első dolog, amit szeretnék nektek megmutatni, ugye ez a hátszín, a disznó, tehát ami a gerinc mellett van, ugye ez a fehér pecsenye, ugye ezt ők ilyen ekkora darabokra vágták el, és akkor ezt ugye én meg fogom most nagyobbítani, már egyet ott csináltam, szóval csinálunk egy ilyen kis pillangót belőle, és akkor így ezen a fórián keresztül, ugye körülbelül törekszek arra, hogy hát nagyjából egy ekkora szelet legyen, igen, ez így itt meg is van, és akkor hát így is majdnem megvan, de hát kicsit ki akarom kloffolni. Úgy, és akkor látod, ez a méret, hogy körülbelül egyformák legyenek. Ez nagyon puha. Így hozzámérem, és jó is. Szóval nem üssük agyon a húst. Itt fűszerezésről szinte nem is beszélünk. Nyilván ugye egy kis só azért érintőlegesen. Egy nagyon pici borsot talán. Így ilyen leheletnyi vékonyan. És ugyanezt megcsinálom másik felével is. Oké, szóval ezzel megvagyunk. Hát ez a Black Forest gépsonka, rettentően vékony. Ugye ezt így rátesszük, és én úgy gondolom, hogy ez is ilyen rettentő vékony sajt. Így kettőt, ha rápattintok, ez így tökéletesen megfelel. Rátesszük a következő sajtot és a hús szeletet. Ezt le kellett volna csapni, de nem, aláfordítom így. Jó. És körülbelül így össze is állt, és ekkor megfogom, és félbevágom. Tehát nem sütök ki ilyen nagy, hatalmas kordombrőket. És kérem, ennyi, és ezt majd nagyon óvatosan fogjuk panírozni. A következő, amit csinálok, padlizsán lesózva, már egy órája körülbelül, és egy kicsit összetöröm ennek is a rostjait. Oké. Ráhelyezem a sonkára, ráhelyezem a sajtot, a kereksajtot. Kerek, hát azért kerek, mert ilyen van itthon, ilyen volt itthon, és föltekerem. Jó szorosan. Ugye ide nem jut ebből, ezt így összezárom, fogpiszkálóval mindjárt összetűzöm, és ugyanúgy panírozom mindazt. Oké? Megkezdjük a panírozás előkészítését. A liszt. Végül a prézli, ami plain, tehát sima, nincs benne semmiféle fűszer, mert ugye van olyan is, ami felverem a tojást, és kezdjük is. Igen, a tojásba tehetünk esetleg egy kis sót, amit szintén mindjárt elkeverek. És akkor hadd szóljon, tehát először a kordombrő, liszt, óvatosan tojás, már használok villát is, hát jó fogja be, ezt kétszer kell majd panírozni, úgy értem, hogy miután itt majd felissza a kenyérmorzsát, egy kicsit ráköt, utána még egyszer visszarakjuk majd a tojásba és kenyérmorzsába, újra meg fogjuk pörgetni. Sőt, most hagyom is itt, hogy jó szívja be magát. Hasonlóképpen járunk el a
tekercsünkkel, ugye ez össze van tűzve, megpörgetjük a tojásba, ugyanúgy, ezt már csak így kézzel csinálom, és mehet ide. Jó. Így, és kész. Utána jönnek a gombák, amit már kicsit ugye okosabban csinálunk, tehát nem nyúlkálunk bele, hanem így megrázzuk, és rátapad a liszt. Hát egy kicsit messzi, de hát most mit csináljunk? Hopsz, látjátok, megpenderítjük, és akkor ugye a gomba le volt vizezve egy kicsit, akkor mehet ide bele. Ezt már úgy csinálom, hogy rászúrtam erre a tűs, erre a nagyon hegyes valamire. És akkor így a többit is. Na, hadd mondjak el egy dolgot, amit sokan nem jól csinálnak. Sokan azt csinálják, hogy megfogják a gombát, és kitörik belőle a lábát, igaz? És itt marad egy luk. És akkor utána panírozzák. Na most, amikor elkezdett sütni, az történik, hogy ugye megsütöd a külső felét mondjuk, és megfordítod a gombát, és az összes leve kimegy. Tehát én úgy csinálom, hogy én levágom egy szintbe, és bent tartom a gombának a levét. Szóval ennyit akartam csak, ötletként. Na, gyönyörű, lemerült a remote-on. A fene, egye meg most, nem elfelejtettem fölrakni töltésre. Na mindegy, nem tudom, hogy az előbb ment-e, szóval ebben a maradék tojáshoz ütöttem egy tojást, raktam bele kettő evőkanál lisztet egyelőre, megpróbálom elkeverni teljesen, és úgy látom, hogy ez a mennyiségű tojáshoz még nyugodtan egy evőkanál lisztet elbír. Úgyhogy keverjük. Igen, és csirkemáj, beleborítsuk, ugyanúgy elkeverjük az egészet, szép óvatosan, lehetőleg ne törjön nagyon össze, ha lehet. Így. Oké, szóval hogy mindenhol érje a tojás, és egy bátor mozdulattal a maradék prézlinket hasznosítjuk. Igen. Nagyszerű. Jó. Kicsit hagyjuk. És ezt természetesen így fogjuk kisütni. Majd mutatom, jó? Lássatok csodát, egy picit még tettem rá prézliből, só, egy kevés, fokhagymapor, hát ilyen kávéskanálnyi mennyiségek, és fekete bors, ugyancsak ennyi kávéskanálnyi mennyiség, és szépen ezt is, most már ugye egy kicsit keményebb lett a dolog, szépen eldolgozzuk ezzel a csirkemájjal. Nagyon finom lesz. Remélhetően. És be is fogja. Amiben nem vagyok biztos. De majd mindjárt meglátjuk. Nem, ez nem akarja a szocializmust, úgyhogy vizet kell rátegyek. És higítanom kell. Tehát krémszerűvé kell varázsoljam ezt az egészet, mert nem fogja akkor meg a májat. Ja, így, na ez az, így már feloldódik. Ugye, mert nagyon összehúzta. Ja, így már jobb lesz. Most már szétjön, még teszek rá vizet. Végül csak összejött, amit akartam eredetileg. Majd kedvok, jó ropogósra megsülnek a májak.
készülhet. Úgy ülsz, haver. Ja. Ezeket megsütetem így előre. Tehát a módszer a következő: kanál, egy adag, így. És akkor így kiszedegeted. Mindegy, hogy mennyi kenyér és a máj aránya, ugye, mert így együtt lesz. És akkor így rakjuk. Hopp. Ezt majd el lehet vinni melóba. Amíg sül a máj, cukkini, kétféle, lesózva. Tehát van a sárga színű squash, és ugye a rendes cukkini. Kicsit kinyomkodjuk. Következő víz. Nekem fagyasztva van kapor, már nem sok. Cukkini ide bele. Egy jó evőkanálnyi, hát úgymond a delikát, vagy ilyen húsleves por, és megy főzni. Pillanatok alatt van kész ez is. Ezt a fajta kaját már egyszer össze mutattam. Sárgarépa, karfiol, krumpli, géppel lereszelve, hosszúkásra, tojással kikeverem ezúttal, ez most nem vegán. Egy tolcsit csinálom, mindenki tud tolcsit csinálni, igaz? És most jön annyi liszt, amennyit felvesz. Így, és akkor ez is megy kisütésre. Oké? Na, egy kicsit már kihűlt, egy rövid kóstolás a májas részből. Ugye látjátok, jól néz ki. Igen. Ez lesz majd a tartárszósz. Tökéletes. Oké, visszavettem, elég meleg az olaj. Gombafejek. Még kettő. Jó. Beleteszünk. Hát ma csak kettő lesz kisütve. Egy cordon bleut. Lehet, hogy kellett volna egy kicsit több olaj. Aztán ezt így hagyjuk. Lehet, hogy fogok hozzáönteni egy kis olajat. Igen, szóval teljesen indokolt volt. Töltöttem hozzá olajat. Ez a fele itt már kész is. A gombáknak ez a fele is kész, nem sütjük tovább. Megsül a másik fele, hát most fordítottam meg, és ezzel is kész vagyunk. A cukkini főzelékünket besűrítjük. Jó nagy pupos evőkanál liszt. Oké. Jó nagy pupos evőkanál tejföl, és körülbelül olyan másfél-két deci tej, amit most elkeverek. Meg is fölt, már megnéztem. Bátor mozdulattal belevágjuk ezt a keveréket. Felfőzzük. És kész van a cukkinink. Vagyis hát tök főzelék, én úgy hívom. Na hát egy adag már lefőtt. Nem tudom, előbb befele vette. Cukkini főzelék készen van. Éppen befutott a feleségem is. És még egy cordon bleu, tekercsek. Mindjárt megpörgetem. Tehát tejföl. Mustár, egy evőkanál, nincs az jó két kávés kanál. Én teszek bele egy evőkanál cukrot, citromlét, nem szabad sajnálni belőle, nagyon kevés bors, fekete bors, úgy, még, és só. Kikeverjük. Karesznak üzenem. Nem tettem bele majonézt, ahogy te mondtad. És
Kipróbáljuk. Nekem ízlik. Ne kóstold meg te is. Közben mondom, feleségem megjött. Hm? Jó lesz. Majonéz nélkül. Hm? Szerintem marad így, ugye? Uh-huh. Oké. Okay. Karesz, így hagytuk. Szóval a majonézben annak itt tesz fehér bort. Hát én nem fogok. Hát a kamera kedvéért, ugye kiraktuk ide a kajákat, amit ma készítettünk, mert a végére az Évi besegített a cordon bleu sütésbe, hogy tudjam csinálni addig a szószt. Úgyhogy máj, gomba, cordon bleu és ez a cukini tekercs sonkával. Ez a mai menü. Aha. És plusz a tökfőzelék, általam tökfőzeléknek hívott, ugye cukini. Hát, de hát ez nem egy napos kaja, meg ebből majd kap a fiam is természetesen, nem majd csak magunknak főzni. Hát remélem tetszett, egy kicsit olyan össze-vissza volt minden, remélem ki tudtatok igazodni, de külön-külön is kipróbálgathatjátok ezeket, én csak ötletet próbáltam adni. Remélem tetszett, ha igen, akkor próbáltok ki, és ha sikerül, akkor jó étvágyat hozzá. Szevasztok, bye bye. Ez volt az év első videója.